ez a kék vonal jelenti a Dunát. Itt a budai oldal, itt a pesti oldal. Akkor még nem épült meg a Lánchíd, és ezért csak olyan szaggatottan jelöltük. Egyetlen egy híd volt, egy ideiglenes híd, a Ponton híd kötötte össze, egy hajóhíd a két partot. Ez itt a budai oldal, ez itt a budai vár, a Habsburg Birodalom képviselőinek, a helytartó tanácsnak a lakhelye. A rács jelenti Táncsics börtönét. Itt vannak a budai hegyek, körülbelül itt van Virágvölgy, és ha ide az ujjam végére néztek, ott van Budakeszi. Akkor már több száz éve lakott település volt. A másik oldal, a Duna másik oldala Pest. Ifjúság nélkül nincsen forradalom. A fiatalok minden nap a Pilvax kávéházban gyülekeztek. Ez a kávés csésze mutatja. Látja mindenki, ugye? Petőfiék is ott találkoztak 1848. március 15-én. És ide hozták a híreket, a Pilvax kávéházba hozták a híreket, mindenhonnan az ország minden tájáról. Igen ám, de tudták Petőfiék, hogy a fiatalságot kell megnyerni a forradalom ügyének. Ezért elmentek az egyetemekre. Az egyetemen négy fakultás működött, négy kar volt az egyetemen, a pesti egyetemen először. Az első az orvosoké, aztán jöttek a jogászok, aztán a következő a bölcsészek. A bölcsészek azok, akik később majd magyar és történelem szakos tanárok lesznek, és tovább viszik azokat a gondolatokat, amiket akkor 1848. március 15-én megfogalmaztak együtt az emberek. Igen ám, de a híreket valahogyan el kell juttatni az egész országba. A híreket a nyomda közvetítette. Itt van Landerer és Häkenász nyomdája, egy L és egy H betű, a két tulajdonosnak a neve, Landerer és Häkenász nyomdája. Rendben van, manapság mi közvetíti a híreket? A tévé, a rádió, az internet, de akkoriban még nem volt ilyen, az újság is még. Az újságokat ebben a nyomdában nyomtatták, és vitték szét az egész országba. Innen tudták meg az országban a híreket, akkor még nem volt internet kapcsolat, úgyhogy az több napba tellett. De a nyomda nagyon fontos volt. Igen ám, de nép nélkül nincsen forradalom. Szerencsére aznap épp országos vásár volt, tehát az ország különböző tájairól jöttek az emberek Pest-Budára, és ők voltak azok, akik tovább vitték a híreket személyesen is az ország minden tájára. A következő a városháza, ahol ide van írva, ott nem tudtunk jelet tenni, mert olyan kicsi a térképünk, hogy nem fér rá. A városházára is elvitték a 12 pontot és a nemzeti dalt, és aláíratták a város polgármesterével és vezetőivel. Aztán a Ponton hídon átmentek a budai várba, a helytartó tanács épületébe, aztán kiszabadították Táncsicsot végig a hajóhídon vissza, és itt a Nemzeti Színházban, ez a függöny jelképezi, a Nemzeti Színházban ünnepelték este ezt a napot, és volt is mit ünnepelni, hiszen 1848. március 15-én vér nélkül győzött a magyar forradalom. De ne vágjunk a dolgok elébe! Bizony, ne vágjunk a dolgok elébe! Gyöngyi említette már a 12 pontot, ami két nappal, március 15-e előtt, a Pilvax kávéházban, nem tudom, hogy ott van-e a Pilvax kávéház. Igen, az a kávés csésze volt. A kávés csésze, na ott a Pilvax kávéházban, Irinyi József javaslatára, Percel Mór és Kozorús költő Vörös Marti Mihály állították össze a 12 pontot a közvélemény asztalánál. A 12 pont, ugye, micsoda 12 pont? Mit követel a magyar nemzet? Tehát 12 pontba összefoglalták a magyar nép kívánságát. Ez a 12 pont. A közvélemény asztalánál
ott voltak a márciusi ifjak. És ugye mindenki lázasan figyelte, hogy hogy készül egy-egy pont, ahogy elkészült egy-egy pont, megtapsolták lelkesen valami lelkesen egymásra ráköszöntöttek. Ki a március ifjak, de kik is voltak ezek a március ifjak? Mondjatok egy-kettőt. Petőfi Sándor például. Percel, Vasvári Pál, igen. Jókai, jaj, de okosak vagytok. Kossuth Lajos nem, ő nem is volt itt, hanem csak később érkezett. Na, Arany János sem. Ő még a fedelőn volt ott. Igen. Ő még Jani Vardi az meg az a csatába sikerült. De hogy megjegyezzetek egy-két március ifjú nevét, így versbe foglaltuk, én előre mondom, mondjátok nekem vissza. Petőfi, Jókai, Nyári. Petőfi, Jókai, Nyári. Irinyi, Irányi, Vajda. Irinyi, Irányi, Vajda. Vidács, Vasvári, Bujovszki. Vidács, Vasvári, Bujovszki. Szegré, Sükei, Szikra. Petőfi, Jókai, Nyári. Petőfi, Jókai, Nyári. Irinyi, Irányi, Vajda. Irinyi, Irányi, Vajda. Vidács, Vasvári, Bujovszki. Vidács, Vasvári, Bujovszki. Szegré, Sükei, Szikra. Szegré, Sükei, Szikra. Petőfi, Jókai, Nyári. Petőfi, Jókai, Nyári. Irinyi, Irányi, Vajda. Irinyi, Irányi, Vajda. Vidács, Vasvári, Bujovszki. Vidács, Vasvári, Bujovszki. Szegré, Sükei, Szikra. Szegré, Sükei, Szikra. Ugye Petőfivel kezdtük ezt a versikét, hát Petőfi is természetesen lelkesen ott volt a 12 éves elkészültén, és annyira fellelkesedett, hogy megfogadta, hogy március 15-én ő ír egy olyan dalt, ami megmozgatja. Bizony a nemzeti dal, ami azóta is megmozgatja minden jó magyar ember szívét. De a nemzeti dalt először Szikra Ferenc joghallgatónak mutatta meg, meg is nézzük a tudatot. Jaj, az útviszonyok milyen rosszak ezen a testi tudán. Hát, jaj, kártyus, rejt, rejt, a magyar hír, hát az idő most az jön, nem, 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 hát, hát ez csodálatos, hát ez nem igaz, nem tudok beszélni vele. Nem találok semmi hibát, tökéletes. Még most is ugyanolyan. Na hát, sajnálj, hogy ezek már kérek itt essen. Sándor, hát szervusz! Már réges-régen fel kellett valósítani ezeket az utakat. Na hát, és azt mondja, jaj, hát ez a rész a kedvencem, ez a legjobb. Azt mondja, hogy rabok legyük vagy szabadok, ez kérdés választatokat. Magyarok kísérlőre esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Na hát ez biztos, hogy meg fogja mozgatni az egész világot, de legalábbis ezeket a komiszpesti németeket. Na! Az... Szervusz Sándor! Hát Ferenc! Hát te honnan bújtál elő? Eddig észre se vettelek. Hát én pedig itt voltam a közelben. Itt voltál? Én is a macska követkel húgdás. Szabadság, egyenlőség, testvériség! Szabadság, egyenlőség, testvériség! Na ezt hallgass meg, milyen költeményt írtam! Ez meg fogja mozgatni az egész világot! Halljuk, na, halljad! Rajta magyar! Híja haza! Itt az idő most vagy soha, rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! És téged ért az a megtiszteltetés, hogy legelőször hallhatod, kivéve persze az utcaköveket itt a követ. Sándor, ez csodálatos! Hát ez meg fogja mozgatni az egész világot! Na, ugye ezt fogják mondani mindenütt a fiatalok! És... és még a komiszpesti németek is megmozgatnak tőle, mert felelkesíti őket. De Sándor, igen? Most az előbb, ahogy így olvastad, engedj meg egy észrevételt. Észrevételt? Igen. Már mivel kapcsolatban képzeled ezt az észrevételt? Ha szabad kérdeznem. A verseddel kapcsolatban. A versemmel kapcsolatban? Volna neked egy észrevételed? Az én versemmel kapcsolatban? Igen, igen, így van. Na most... Hát parancsolj! Halljuk azt az észrevételt. Írod, hogy rajta magyar. Na, milyen jó a memóriád, tényleg. Ezt írtam valóban. Ide van írva, rajta magyar. Na most arra gondoltam, hogy... Miért nem rajta? Hát arra gondoltam, hogy előbb talán talpra kell állítani a nemzetet, és aztán lehet csak rajtát vezényelni neki. Nem igaz?
Nehogy már egy jurátus hallgató mondja meg nekem, hogy mi fánterem a költészet! Jaj! Ami kényes, büszke Petőfi Sándorunk szemével majd felöklelte bíráloját. De amilyen gyorsan jött a haragja, olyan gyorsan el is múlt. Szélesen elmosolyodott, megölelte barátját, igazat adott neki. Tudod mit, Ferenc? Most az egyetlen egyszer igazad van, kijavítom. És azóta hogy hangzik a vers? Talpra magyar! Itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés választhatok, a magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Figyeljetek, hogy egy kicsit, elmondjuk még ma sokszor, de először